Az Európai Unió következő évtizedeinek legfontosabb kiemelt projektje az egyetemi hálózatosodás, mondta Florian Johannes Weigert professzor. A konzorciumot vezető német Potsdami Egyetem rektorhelyettese hozzátette, mintegy 40 hasonló szövetség kezdi meg a működését, amelyek összehangolt célja a nemzetközi felsőoktatás még versenyképesebbé tétele. További cél megkönnyíteni a hallgatók, oktatók, kutatók és általában az egyetemi munkatársak mobilitását az európai egyetemek között. Az öt magyar egyetemmel és a Potsdamival együtt hat egyetemet összefogva együtt próbálunk tenni az európai felsőoktatás fejlesztéséért, versenyképessé tételéért, modernizálásáért. Mi egy európai platformot építünk közösen. Az a célunk, hogy minden európai hallgató a számára optimális tanulási terv szerint felsőfokú végzettséghez juthasson az európai felsőoktatási téren. Ezzel együtt a partnerintézmények is jobban megismerhetőek. Az Európai Bizottság 54 millió euróval támogatja az EDUC projektet. A konzorcium további tagjai közt Olaszország, Csehország, Franciaország egyetemei szerepelnek. Ebben a szövetségben a PTE a nemzetközi esítési koncepció fejlesztését koordinálja, amely kiemelten fontos stratégiai cél. Egy szövetség gondolkodik arról, hogy hogyan lehet például a hallgatói mobilitást fokozni, minőségében átalakítani az egyetemek belső működését például, de ezt úgy, hogy ezt közösen egy keretben teszi meg, tehát a konzorciális keretben, megosztva egymás tapasztalatait és egymást fejlesztve egyébként, pontosan annak érdekében, hogy ha valaki érdeklődik például a Pécsi Tudományegyetem iránt, vagy a Potsdami Egyetem iránt a világból, akkor rögtön nem egy egyetemi partnerséget, hanem hat egyetemi partnerséget kap partneri oldalon. Az EDUC révén a nemzetközi esítés területén jöhet el egy szélesebb körű együttműködés, amiben a PTE-nek nagyon komoly múltja és tapasztalata van. A nemzetközi esítéssel fontos szerepet töltünk be, hiszen értékeket teremtünk a régió számára, ami a PTE kiemelt küldetése, mondta Betlehem József professzor, a PTE kapcsolati rektorhelyettese. Ugye az európai digitalizációról is szól egy kicsit ez a pályázat, tehát mi megpróbáljuk ötvözni azokat a tapasztalatokat, amelyek a nemzetközi hallgatók rekrutálásából, nemzetközi hallgatóknak az egyetemen belüli, ha úgy tetszik, akkor gondozásából, megtartásából adódnak, és mindazokat az innovatív technológiákat, technikákat, amelyeket akár más egyetemek már konzorciumi partnerek közül használnak, ezeket valamilyen módon ötvözhessük. Tervezik a közös mesterképzéseket, a digitális tanulást, az online kurzus és közös tanulási platformok lehetőségét az egyetemek között is. Kevesebb és egyszerűbbek lesznek az adminisztrációs teendők, valamint közös európai hallgatói kártyát hoznak létre. A konzorcium első operatív ülését a Pécsi Tudományegyetemen szeptember 16-17-e között tartják.